Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon, és a mai videónak az lesz a témája, hogy Oli megkapja élete első bicikliét. Fú, én szuper izgatott vagyok. Sosem izgultam még egyik videómnál se ennyire. Nem tudom, hogy miért van ez. Vagyis hát tudom, hát a biciklizés meg a kerékpársport nagyon közel áll a szívemhez, és hát valljuk be, ez egy hatalmas mérföldkő, amikor az ember megkapja az első bicikliét. És az igazság az, hogy azért vagyunk most itt, mert ez az az utca, ahol én is megtanultam biciklizni, képzeljétek. Ja, nem bírom, el fogom sírni magam. Már csak azért is, mert hogy hát nagyon, szóval nagyon durván gyorsan telik az idő, hogy már itt tartunk, hogy Olit biciklizni fogom tanítani. Jó, Istenem. Na, legyél erős, Dani. Az egyébként hihetetlen, hogy van erről emlékem. Ugyanis abban a házban laktunk, és ja, itt gurultam először pótkerék vagy segítség nélkül arra, és van is ennek egy rövid története. Ugyanis jöttem, itt gurultam az utcán, még arra is emlékszek, hogy mit éreztem, azt a szabadságot, hogy egyedül vagyok, én a bringán, egyensúlyozok, és ez mennyire felhőtlenül élvezetes és király dolog, és a sarkon befordult egy Simpson, amiután konkrétan ebbe az árokba estem bele. És itt megszakad az emlék, szóval, hogy az már nincs meg, hogy mi volt előtte, az esés után se tudom, hogy mi történt, ennyi maradt meg. Már csak arra lennék kíváncsi, hogy hány éves lehettem. Én hány évesen tanultam meg biciklizni? Szerintem a Ecsedi utcán tanultál meg. Igen, igen. Nem tudom, ezeket lehet, hogy kéne tudnom, lehet, hogy te sem fogod tudni a gyereket, mikor tanultál. Én levideózom, úgyhogy én tudni fogom. Mi meg lehet, hogy lefényképeztük csak azokat. Nem tudjuk, hogy hol van. Mert megtanulta kicsi? Nem, majd most kapja meg az első bringáját, és akkor megnézzük, hogy még 3 éves kor előtt megtanul-e. Na, van még rá egy hete. Ja, hát ezt nem tudtuk meg. Megjött! Ne várj! Gyere! Itt vagyok. Hú, nagyon-nagyon-nagyon izgatott vagyok. Pedig tudom, hogy mi ez. Igazából nem is biztos, hogy menni fog Olivernek a biciklizésre, de lesz biciklije. Igazából egy kezdésnek én egy gyerekkori traumámat meg fogom dönteni, vagy feloldozom magam e felől, vagy tanulok belőle. Ugyanis képzeljétek el, hogy nekem az első biciklim rózsaszín volt. Ez tényleg egy óriási trauma Daninak, mert nekem már annyiszor mondta a 7 év során, hogy az hihetetlen. Állítják anyáik, hogy csak olyan színűt lehetett kapni, uh-huh. Én ezt nem hiszem el. Az volt az oka szerintem, hogy hát régen úgy vásároltak szerintem a szülőkhöz, jó legyen a testvérnek is, és mivel Réka, hát Réka lány, ezért, hogy majd neki jó lesz. Azért azt én nem hiszem, hogy ők előre gondolkodtak, hogy majd a kislánynak is jó legyen a rózsaszín, és ezt te tényleg azt gondolod? Én fixen ezt gondolom, de anya cáfolj meg kommentben. Szóval Oliver első bringája az... Yes! Az kék lesz. Most egy gyors kérdés, akkor Elise-nek is ez lesz? Az jogos. Szerintem igen. Na, én gyors összeszerelem, és aztán meglepjük Olit, ugyanis ez lesz a születésnapi ajándéka. Ugyancsak egy hét múlva lesz, de hát, amíg ilyen jó idő van, meg most itt vagyunk vidéken, itt az utcán is lehet normálisan gyakorolni, így szeretném, hogy kipróbálja itt. Valószínűleg nem is fog még neki menni az elején, de nem tudom, jól viselkedett, mostanában mondtam, hogy lesz előszülőnapi ajándék. Annyira várom, hogy ezt el sem tudom mondani, hogy mit fog csinálni. Jó, ezen. Én is, úristen! Na, jöhetsz, Olivér. Meg kell találni az ajándékot. Szerintem erre menjünk. Jó! Na, vajon merre lehet? Jó az irány. Mit találtál? Ajándék. Mi ez itt? Bizony! Pedálos bicikli! Nem állunk el, van csak kettő. Van féke! Bizony, van rajta fék! Meg kormány rajta. Kormány. Meg ilyen. Pedál van rajta. Meg ilyen.
Ali, szeretnénk neked boldog előszületésnapot kívánni, és ez lesz a te első igazi biciklid. Na, no, Istenem! Jó! Most. Ki szeretnéd próbálni? Akkor hozom a bukós isakodat, jó? Jó. De ügyesek vagytok, Oli! Hát ezt el tudod képzelni? De nem kell menni magát. Nem fogsz egyedül menni, nem hagyom egy isakot. Gyerünk, teker, 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 juppi! És... Az a tekerdé? De akkor nyugodtan teker, ez nem baj, ha lejön a pedálról a lábad. Na, várjál, megállom. Ted, hogy te már egyedül tudsz biciklizni. Formáljál az. Ez komor, anya! Jézus Mária, hát ezt nem az hiszem el! Az első! Úristen, Oliver, hogy tetszik? Hogy tetszik tudsz biciklizni? Próbáljam ki! Jajajajajaj! A leszállást még gyakorolni kell! Óriási nő, Pacsi! Nagyon ügyes vagy! Oli, milyen érzés biciklizni? Jó! Jó érzés! Nagyon ügyes vagy! Na de mi is ez a bringa? Nekem a legfőbb kiválasztási szempont az a biztonság volt és a súly, és ez a bringa ebben verhetetlen. Ez a Wombike-nak a kettes mérete, ami azt jelenti, hogy 14 incses. Az, hogy miért biztonságos, azt most így a specifikáción keresztül fogom nektek bemutatni. Az első az a kiváló geometria, ugyanis hosszú a tengelytáv, ezáltal sokkal stabilabb a bicikli, ez már a futókerékpárnál is nálam nagyon fontos szempont volt, és alacsony az átlépési magassága, ami a kispicúrnak hatalmas biztonságot jelent. Na nézzük gyorsan föntről lefele, a kormány dőlés szöge állítható, ezáltal nagyon rá lehet szabni. A markolat oldalt meg van így nagyobbítva, ezáltal strapabíróbb, és hogyha bármi gond van, akkor nem tudja úgy megütni a kis picurkát. Különálló V-fékek vannak rajta, ráadásul a hátul lévő meg van jelölve zölddel, ez szerintem hatalmas segítség neki, hogy melyiket is kell gyakrabban használni. Na és ha már biztonság, akkor itt a kormányszáron kiválóan látszódik, hogy el vannak rejtve a csavarok, és ez az egész biciklin így van, és ahol nem lehetett elrejteni a csavart, például a tengelyeknél, a keréknél, ott pedig le van kerekítve. Nagyon fontos a kormányzás szempontjából, hogy a váz alatt van egy gumigyűrű, ami segíti, hogy ne tudjon keresztbe fordulni a kormány. És a kormány amúgy ilyen BMX stílusú, nagyon jó, széles, ezáltal sokkal stabilabb a fogás. Van rajta láncvédő, nagyon jó kialakításúak a gumik, baromi minőségi a cucc. És hát jöjjön a súlykérdés, ami szerintem az egyik legfontosabb. Ugye nagyon fontos, hogy a kisgyerek fel tudja állítani a kerékpárt, akár meg tudja emelni, mert azt gondolom, hogy akkor fog tudni jól bánni vele, hogyha ő el is bírja ezt. Az aluváznak köszönhetően és a kiváló alkatrészeknek ez a bringa, kapaszkodjatok meg 5 kiló, ahol 13 körül van, és azt gondolom, hogy ez az arány az, ami elfogadható. Szerintem a legnagyobb hiba manapság, hogy a kisgyerekek ilyen, hát majdnem a súlyuknak megfelelő bringával kezdenek el megtanulni biciklizni, és persze, hogy nem fog menni. Most gondolj bele, hogy te hány kiló vagy, és képzeld már rá, hogy a te súlyodnak a 70%-a mondjuk a bringa. Tehát nekem egy ilyen 40-50 kilós biciklivel kéne bicikliznem. Esélytelen. Szóval, ha jót szeretnél a gyerekednek, akkor egy könnyű és tényleg biztonságos bringát kell, hogy válasz. Erről nagyon hosszan tudnék beszélni, úgyhogy léci, a kommentbe hagyjatok üzenetet, és a következő ilyen kis bringás videónál ezeket a kérdéseket majd így megpróbálom nektek kifejteni. Szóval összességében a biztonság és a súly a legfontosabb, mert így fog könnyen és gyorsan megtanulni biciklizni, és így fogja megszeretni magát a kerékpározást. Így kapja meg tőle azokat az élményeket, amiket én is megkapok a mai napig tőle, és ezért fogja egy életen át szeretni. Ugye amikor használjuk azt a mondást, hogy olyan ez, mint a biciklizés, akkor nem egy 30 kilós izzadságszagú acélkerékpár jut az eszünkbe. Minden elérhetőséget leteszek a leírásba a bicikliről, és a wombikes.hu-n hát további részletesebb és sokkal profibb leírást kaptak erről az egészről. Még egy nagyon fontos dolog, hogy nem szabad erőltetni a gyereknek,
Úgyhogy én most meg is mutatom nektek, hogy hogy építettük fel azt, hogy Oli megtanult 3 éves korára biciklizni. Tavaly csináltam már erről egy videót, Otthoni Járgányok címmel talán, ahol így elmondom, hogy hogy építem fel a biciklizést, és nagyon durva, hogy most már itt ülök, és Oli tud pedálos bringával menni. Ugye itt az előbb arról beszéltem, hogy nem szabad erőltetni semmiképp, ezt most ide kiteszem ugye a járgányokat, hogy mivel megy Oli, és hogy milyen idős volt akkor. Ne erőltessétek neki tényleg, mert nem jó, nem szabad. Oli ebben extrán ügyes, biztos, hogy van hozzá egy kis extra tehetsége is. Én is kerékpársportból jöttem, amúgy én szerintem sokkal később tanultam meg biciklizni, mint ő. Ezzel nagyon sokat foglalkoztam, úgyhogy lehet, hogy ennek köszönhető. Például a fociban meg nem annyira ügyes, láttam már vele egykorú csokkal jobban focizni. Szóval akkor sincs semmi, ha 4-5 évesen tanul meg a gyerkőc, de azért most adok pár tanácsot, hogy szerintem hogy érdemes belevágni ebbe az egészbe. Tavaly videóban elmondtam, hogy milyen járgányok vannak itthon, egyébként azóta nem is nagyon bővült a repertoár, azok tökéletesen elegek voltak arra, hogy ez neki menjen. Az eleje az egy 4-kerekű kis nyuszi motor volt, utána jöttek a klasszikus műanyag motorok, a 3-kerekűek, abból több méret. Mi is kell a biciklizéshez? Egyensúlyozás, egy kis bátorság, és hogy ismerje a pedálozás technikáját. Szerintem az egyensúlyozás része a legfontosabb, úgyhogy én azt javaslom, hogy hamarabb szerezétek be a futóbiciklit, a balancebike-ot, mert érdemes a kismotort minél hamarabb lecserélni. Nem annyira szerettem ezt a 3-kerekű kismotort, persze az elején csak azzal fog tudni menni, de meglepően hamar fog tudni majd a futóbiciklivel, és az fejleszti igazán. A másik nagyon fontos dolog, amiben viszont nagy szerepetek van, hogy lásson titeket is bringázni, ti is biciklizzetek vele. Tehát ne csak bedobd a csomagtartóba neki a kis járművét, és akkor na, mehetsz a játszótérre, hanem vigyétek el biciklizni, menjetek együtt, hogyha ő bicózik, akkor te is menj vele. Én nagyon sok ilyen programot találtam ki, hogy bóják között szlalomoztunk, akkor csak szimplán követtem, akkor nem tudom, rendőrösdit játszottunk. Szóval, hogyha titeket lát használni biciklit, akkor biztos, hogy ő is jobban meg fogja szeretni. Minél több járgány próbáljon ki. Igen, valahol mélyen talán még ez is segített neki abban, hogy ma tudjon biciklizni. Valahol mélyen. Ha az egyensúlyozás megy, közben már mehet párhuzamosan a pedálos vonal is. Nekünk a nagyszülőknél volt egy ilyen 3-kerekű pedálos bringa, a bölcsiben volt egy pedálos traktor. Ezeket használta és szép lassan megtanulta, és ezeket nem is kell minden nap használni szerintem, mert az egyensúlyozás része tényleg sokkal nehezebb. Pedálozni szép lassan meg fog tanulni. Hát itt jön a pótkerekes bringa téma. Sok ilyen oktató videót néztem meg erről egy külföldön is, meg így számomra is ez a leglogikusabb, hogy én nem nagyon támogatom a pótkereket. Egy ilyen hamis biztonság érzetet ad neki, akkor inkább menjen a futóbringával, meg tényleg menjen ilyen pedálos dolgokkal, de azt gondolom, ha ilyen pótkerekes bringája van, akkor nem lesz annyira stabil a biciklin, és szerintem később is fog megtanulni bringázni. Lehet, hogy van ebből is olyan, ami jó, de nem tudom, tehát ezek az acél, BMX-szerű 10 kilós bringák, nem, én abszolút nem javaslom. Láthattátok, ő profi volt már futóbringával, mert rengeteget ment, tényleg tudott tekerni, meg ment 3-szor sima pótkerekes bringával, és 5 perc alatt megtanult a kis biciklivel menni. Szóval én abszolút ezt támogatom. A másik az, hogy vannak ezek a pumpa pályák, amin Oli elképesztően jól megy. Ne féljetek ettől, mert oké, hogy mennek ott profik, meg nagyok, de ez nekik is tökéletes, és egy kicsit engedni kell őket. Tudom, hogy félelmetes, amikor azokon a hupszlikon megy, de ők nagyon ügyesek. Védőfelszerelés persze legyen, fog esni is, inkább most essen, mint majd felnőtt korába is töri össze magát mindenhol. Kéne egy ilyen térkép ezekről a pumpapályákról, egyébként már minden megyébe szerintem megtalálhatóak, és nagyon ajánlom. Ti is próbáljátok ki, mert őrület buli. Hihetetlen számomra, hogy Oli már tud bicózni. Alig várom, hogy Alice-t is megtanítsam, meg hogy Rami is most már gyakrabban jöjjön velünk. Írjátok le kommentbe, hogy nálatok hogy alakult a bringa tanulás, akár a gyereketeknek, akár nektek, és hát olvasgassuk, hát ha jönnek ki vicces sztorik, meg hát tudunk egymástól tanulni valamit. Az biztos, hogy aki tekerni szeret, az rossz ember nem lehet. Én imádom a kerékpársportágat, nagyon örülök, hogy Olival most már ketten tudunk együtt gurulni. Őrület jó program, rengeteg mindent fejleszt bennünk. Hát ja, klassz dolog. Remélem, hogy nem hagytam ki semmit, hogyha bármi kérdésetek van, azért írjátok le kommentbe, megpróbálok rá válaszolni, és nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!